Játékörömtől, szurkolástól, gyermekzsivajtól volt hangos 2015. november 14-én a kistarcsai úszoda, ahol már 16. alkalommal rendezték meg az amatőr vízilabda tornát. A rendezvény főszervezője ezúttal is Valkai Ferencné úszoda vezető, a kistarcsai vízilabda és úszóklub sportegyesület szakvezető edzője volt. Igazából ez egy hagyomány évek óta tartó játékos verseny, ami alatt ugye 4-5 ilyen rövidebb mérkőzést játszanak a gyerekek vagy felnőttek. 9 felnőtt csapatunk van és 6 gyermekcsapat, összesen majdnem 100 versenyzővel, és ennek ugye az a varázsa, hogy apukák, anyukák együtt sportolnak, együtt játszanak. A verseny lebonyolítása 3 csapatos csoportok vannak körmérkőzéssel, és utána az első helyezettek játszanak majd az éremér, a második helyezettek, meg a harmadik helyezettek a többi helyezésért, úgyhogy minden csapat 4 mérkőzést fog játszani. A tornán baráti társaságok, iskolai szerveződések, családok mérkőztek meg egymással. A bajnokság évek óta visszatérő versenyzője például a Rajna família, ahol a nagypapától az unokáig családtagok alkotják a csapatot. A 13 éves Rajna Enikő 5 éve vízilabdázik a Kistarcsai Egyesületben, melyel nem csak hazai vizeken, hanem nemzetközi versenyeken is eredményesen szerepelt már. Tavaly a gyerek vidékgyermekbajnokság 4. korcsoportjában lettünk másodikak, és nyáron pedig Nápolyban lettünk 7-ek, egy 16 csapat volt, és 7-ek lettünk, és én pedig nyertem egy fair play díjat. Most milyen csapatban indultatok itt az amatőr vízilabda bajnokságon Kistarc? Most a 2 testvérem és én gyerekcsapatban, és felnőtt csapatban így az egész család, így mindenki. Nekem a nagypapám, ő gyerekkora óta, és ő ezt nyugdíjas, még most is van, amikor lejár, de most már nem mint sport, csak így hobbiként. A nagybátyám, ő még most is vízilabdázik folyamatosan, apukám meg már csak velünk, de ő is gyerekkorában rendesen élsportoló volt. Ugyancsak rendszeres versenyzője a vízilabda tornának a kistarcsai önkormányzat csapata is. Sajnos nélkülem indulnak a fiúk, mert van egy kis sérülésem, amely megakadályozva, hogy vízbe menjek, de általában minden alkalommal részt veszek az önkormányzat csapatában, amelyik többnyire önkormányzók fedőnéven szokott futni. Még most nem volt időm megnézni, hogy azt a nevet írták be a fiúk, de remélem, hogy igen, és remélem, hogy jól fognak szerepelni. A torna előtt bemutató mérkőzést játszott a VUK Kistarcsa gyermekcsapata, akik egyébként kiemelkedő jó eredménnyel szerepelnek az országos megmérettetéseken. A vidékbajnokságban indulunk, most a vidék 3 kategóriájában. Ez a korosztályt jelenti, ez 2003-as születésű gyermekek és fiatalabbak. A tavalyi bajnokságban ezüstérmesek lettünk ugyanez ezzel a csapattal. Jövő héten fog kezdődni a bajnokság, tehát még most előtte állunk, jövő héten van az első forduló Baján. A kistarcsai vízisport életnek mindig nagy segítséget nyújt a város önkormányzata. Az amatőr vízilabda tornán már hagyománynak számít, hogy míg a medencében zajlanak a mérkőzések, addig az úszoda előtt a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár munkatársai bográcsban babgulyást főznek a játékosok, a látogatók és a szervezők számára. Idén a babgulyás mellé csülökpörkölt is készült. Összességében mennyi alapanyagból készül az étel? A csülök pörkölt, az körülbelül olyan 6 kiló csülökből. A babgulyás, ugye abban van bab, van benne füstölt hús, illetve a hozzávalók, az körülbelül 30 kilóból. Főként a Városi Művelődési és Sportközpont vásárolta meg az alapanyagot, és ugye mivel a úszoda is a én vezetésem alá tartozik, tehát több intézménnyel egyetembe, így minden rendezvényen itt vagyunk, biztosítjuk az alapanyagot, és meg is főzzük az ételt. Az önkormányzat segítsége mellett más támogatást is maga mögött tudhat a Kistarcsai Vízilabda és Úszóklub Sportegyesület.
A vízilabdának nagyon sokat segít a tavórendszer. A tavópályázatok segítségével mind a működési feltételek, mind pedig a műszaki feltételeinek a javítása az uszodának, ez mind szóba jöhet, meg szóba is jött az elmúlt néhány évben szerencsére. Többek között sikerült kicserélni a kazánokat, és most új korszerű, jóval energiatakarékosabb kazánok fűtik az uszoda vizét az uszoda mögött látható konténerben. Ezt néhány hónapja adtuk át. Ezen kívül pedig nyilván a vízilabdának a napi működési problémáit is nagyban segíti a TAO rendszer. Soha nem látott mértékben előnyös ez azoknak a sportágoknak, akiknek ez a segítségére válhat. Hát kár, hogy például a triatlon vagy az úszás éppen nincs benne ezekben a rendszerekben, de áttételesen ők is a haszonélvezői, mert a műszaki feltételeket ennek a TAO rendszernek a segítségével próbáljuk fejleszteni. Hát cégünk életében nagyon fontos szerepet játszik a sport minden téren, nem csak a vízilabda, de azáltal, hogy én kistarcsai lakos vagyok, gyermekeim is vízilabdáznak, ezért eldöntöttük, hogy a vízilabda sport mellé állunk. Tavaly évben, 2014 évvégén a társasági adóból támogattuk a VUK Sport Egyesületet, Vízilabda Egyesületet. Mindemellett itt az uszodában rendezendő, illetve tavaly évben idén megrendezett eseményeken Mikulás Kupa, Nyuszi Kupa, itt is támogatók voltunk, adtunk némi pénzbeli támogatást arra, hogy ezeket a rendezvényeket korrekt módon meg tudják rendezni. Azon túl, hogy anyagilag támogatják önök ezeket a rendezvényeket, személyesen hogyan vesznek részt ezeken az eseményeken? Elsősorban nézőként. A vízilabda az nem az én sportom. Fiatalabb koromban labdajátékok szintjén én kosárlabdáztam, több mint 10 évig. Most ez az első alkalom szinte, hogy medencében merészkedtem, és vízilabdázok itt a fiúkkal, gyerekekkel, lányokkal. Nagyon kemény sport. Teljesen más, mint szárazföldön játszani. A közel 30 mérkőzés lefutása után kora este került sor a torna eredmény hirdetésére. A felnőtt korcsoportban az öreg diákok szerezték meg a harmadik helyet, a Fröccs csapaté lett az ezüstérem, a dobogó legfelső fokára pedig a Faterok csapata állhatott fel. A gyerekeknél a Red Bull csapat végzett a harmadik helyen, a Szivacs csapat volt a második legjobb, míg az aranyérmet a Kapufarombolók csapata vihette haza.